Látványos változás következett be a szülőnők életkorában, egyre kevésbé vállalják fiatalon az anyaságot. Korábban nem tapasztalt dinamikával emelkedett az első és a további gyermeket vállaló anyák átlagos életkora. A korábban a legtermékenyebb életkorúnak számítók, 20-24 éves nők 1990 és 2009 között több mint kétharmaddal kevesebb gyermeket vállaltak. Helyüket a 20-as éveik második felében, illetve a 30-as éveik elején járó nők vették át. Ez a váltás viszonylag gyorsan és rövid idő alatt következett be, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal kiadványában. 2009-ben a szülőnők átlagos életkora 29,5 év volt, az első gyermeküket váró nők pedig 28 évesek voltak. A nők igényei között is megjelent, hogy egy vagy több diplomát szerezzenek, karrierépítésbe kezdjenek és világot lássanak. A gyermekvállalás időpontja ezek miatt is eltolódhat, azonban az elmúlt évek adatai azt mutatják, hogy már alig van különbség az érettségizettek és a diplomások gyermekvállalási hajlandósága között. Úgy gondolom, hogy a tudatos dologról van szó, egyértelmű, amit hallottunk is. Tehát először a munkahelyi viszonyokat akarják rendezni, legyen meg azok a körülmény, hogy tudják várni a gyereket, és utána vállalják. A másik nagy változás, ami volt, hogy most az ugye családpolitikai változásokban, családsegítő változásokban, igen, bizony nagyon sokan gondolják azt, hogy a első gyereket megszülték a 20 éves kor környékén, eltelt 10 év, 12 év, és úgy gondolják, hogy na még, akkor jöjjön egy vagy két gyerek, és nem csak a pénz miatt, hanem van egy ilyen tünet, hogy kiürül a család, kiürül a fészek, üres fészek szindrómának hívják egyébként ezt. Úgy gondolják, hogy na még egy gyerek, hogyha jön, akkor ők családjuk újra fel fog pesdülni, és sokkal jobb lesz a későbbi időszakok, és igenis vállalják. Talán a harmadik, ennek viszont nem nagyon örülünk a szakmában, hogy vannak olyan riportok, vannak olyan hölgyek, akár a médiában szereplők is, akik hangsúlyozzák azt, hogy lám-lám, ő tudott 45-45 is szülni, hát ez lenne a méltó dolog mások részére is. Ez egy nagyon veszélyes téma. A későbbi gyermekvállalásnak azonban kockázatai is vannak. 30 éves kor felett a nők fogamzó képessége kezdetben lassan, 35 év felett egyre gyorsuló ütemben csökken. Nem minden nőnek marad meg a fogamzó képessége 40 éves kor felett. 40 éves kor körül a ciklusok kb. 10%-a, 45 éves korban pedig 50%-a már nem jár pete éréssel, ami az alapja annak, hogy a terhesség létrejöhessen, tette hozzá dr. Papp Károly. A szakember kiemelte, az eredmények azt mutatják, jelenleg a 30-35 éves korosztályban a legbiztonságosabb a szülés. Sajnos diagnosztika, tehát valóban diagnosztika, ami pontosan, egyértelműen, 100%-osan megmondja, hogy kinek fog sikerülni a terhesség, kinek lesz egészséges a gyereke, ilyen nyugodtan kimerem mondani, nincs. Jelenleg nincs. Vannak szűrések, nagyon jó szűrések, amelyek 60-80-90% biztonsággal meg tudják mondani, hogy egy bizonyos szempontból egészséges lesz, vagy nem. Az összest mérni, ellenőrizni nem tudjuk. Tehát akkor visszamennék a természetes dolgokra, igenis. Én azt mondom, hogy valahogy 30 éves kor alatt mindenféleképpen az első gyerek megszületését kellene elgondolni fiatalokként. Ez nagyon érdekes dolgok, hogy csináltak felmérést, hogy 14-15 éves korban így gondolkoznak. 21-22 éves korban 4-5 évvel később leteszik, mikor oda kerülnek, majd még nem vagyok érett, majd később is tolódik azért. A császármetszések száma jelenleg már 40% fölötti hazánkban. Ennek okai között szerepel például a 40 év feletti kismamák aránya. Papp Károly hozzátette, minden nap találkozik olyan nővel, aki úgymond kicsúszott az időből, ezért későn szembesül a meddőség problémájával. Az orvos azonban kiemelte, a mai tudománynak és eszközöknek köszönhetően egy 35-40 éves nő is ugyanolyan biztonsággal tud megszülni, mint egy 20-25 éves.